A Magyar Vörös Kereszt Szerencsi Területi Szervezete véradásra hívta az önkénteseket április 24-én délelőtt az idősek otthonába, délután pedig a Nestlé üzemorvosi rendelőjébe. A szociális intézményben 8 és 12 óra között az önkéntesek többsége visszatérő véradóként érkezett a kultúrterembe. A Nestlé üzemorvosi rendelőjébe elsősorban a gyár dolgozóit várták, de a város lakói közül is többen érkeztek a felhívásra. Kis Lajosné, a Vörös Kereszt területi titkára arról tájékoztatott, hogy az idősek otthonában 18-an, míg az üzemorvosi rendelőben 15-en adták vérüket azért, hogy rászoruló embertársaikon segítsenek.